Ja. Hát, friend! Már barátok vagyunk! Jaj, de jó! Jaj, Istenem! Sziasztok, hát, emberek! Megint. Itt vagyok Ajdácskával, Gyöngyicskével, és Sziasztok, Dávidkával. Gyöngyi kedvenc játékát fogjuk játszani. Igen, nagyon szeretem azt a játékot. Speed Builders-ezni fogunk. Kérlek szépen erre itt, erre a jó magas emberkére kattintsál rá. Menjünk, már úgyis vár minket az a lény. És tudod, hogy köszönni kell neki a Servus testvér felkiáltása. Ez honnan jött egyébként? Nem tudom. De ez így van, Gyöngyi. Egy hidd el nekem, hogy ez így van. Az jó szerencsét hoz, tudod? Ez olyan, mint a színházakban a kéz- és lábtörést. Jó, hogy kell neki köszönni? Szervusz testvér. Gyöngyi, csak négyen vagyunk. Csak jó, négyen okay. vagyunk. Ezt yes. meg tudja, hogy ez Isten benne. Á, ki is estem a pályáról. 3, 1, 1, 2, 3. Nem tudom, milyen magas. Hát ez... Ennyi volt. És lefolyik. Elrontottam. Ez elvileg egy perfect. Elvileg így kell megépíteni. Gyöngyi, kész vagyok. Úgy van, hogy... Ne, azt ne magasítsad meg, Gyöngyi! Azt ne magasítsad meg! Ne, azt ne magasítsad meg! Középen kell a tornyot elkezdeni építeni. Legközépre tegyél, igen, amiről lefolyik majd a víz. Ja, jó. Kezd el. De ne oda! Ne töltsed ki! Mit csinálsz, Gyöngyi? Középre húzzá föl egy tornyot! Úgy, ahogy én csináltam. Középre egy tornyot. Oké. Ne ennyire! Vegyél le belőle négyet, és azt tedd a második blokkra, ami lentről a másodikra. Tessék! Gyorsan! Hát mert így is... Ő az, aki rossz. Ah, ő volt. Gyöngyi, top 3-ban vagy, mert 4-en voltunk. De hát nem igaz, hogy nem engedt érvényesülni. Hát, hogy... A macska nem engedte, hogy megépítsem. Ez egy zongora amúgy, te úgyis szereted a zongorákat. Nem, hallok. Hallottad ezt? Igen, hallottam, de Gyöngyi, akkor miért nem zárod ki? Mert nagyon szeretem. Most sem tudom, hogy hogy maradtam eddig bent. Elfogyott, valamit elrontottam. Aj, Gyöngyi, nem áll. Nem olyan nehéz játék megvan, ez. Megvan, jó, más. De két, nem így kell, Gyöngyi. Megint rosszul csinálod. Három sorba kell építeni a nagy részét, és kettő magasságban. Teljesen jó, így már teljesen jó. Hát de nem jó! Hát de nem jó! Gyöngyi, könyörgöm! Akkor tudod, mit csinálj? Tudod, mit csinálj? Nem láttam, hogy mit... Gyöngyi, van egy remek ötletem. Nem erre a játékra, mert most már megdöglöttél, kész, ennyi volt. Ennyi volt, meg egy Bambi volt. Nem erre, de van egy ötletem. Tudom, hogy csalásnak minősül, de most figyelj rám. Mit szólnál, hogyha telefonnal lefotóznád? Jó, oké, benne vagyok. Na. Figyelj, de először én most elmegyek és kizárom. Ez egy jó kör volt, Dávid. Ez egy jó kör volt. Erre átjött ide? Igen. Na jó, hát én ezt szerintem én is el... Várjál már, ez olyan egyszerűnek tűnt, nem roncsam már el. Na várjál, van egy ötletem. Nem roncsam már el. Ez milyen nyelv? Nem roncsam már el. Figyeld meg, és úristen Gyöngyi, hát ez nem jött össze. Figyeld, á. És ez... Aztán készült el belőle semmi. Semmi nincsen meg belőle, Gyöngyi. És megnyert. Butaság volt. Ez egy orbitális nagy csalás, de neked elnézzük, mert nagyon szép vagy. Hagyjál már. Jó, oké, Gyöngyi, menni fog? Aha. Ezt a csetet lejjebb kell mennem. Oké. Na, figyeld a csirkét, mert ez most tényleg bonyolult. 5? Nem igaz. Jó. Nyugi, nekem is eltűnt a fejemből, hogyha ez megnyugtat téged. Nekem okay. teljesen hallod? Eltűnt. Volt, nincs. Egyszerűen igen. Volt, nincs. Aha. Hát nekem igen érdekesen néz ki, valahogy nem az, amit szerettem nekem volna, hogy legyen. Nekem tökéletes lesz! Ne! És tökéletes lesz? Ne! Nem lett tökéletes! De 52%? De nem te haltál meg, hanem az a csúnya csúnya. Nem, de hát le is fotóztam, most gondolj már bele. Na most figyelj, ezt meg kell jegyezned, Gyöngyi. Középen áll a csávó, és 3-3 kutya, 2-2 sorban. Most elraktározom a fejembe, oké, királyság. Meg volt. Na várjál. Szóval, okay. Középen a csávó, ez mi? Uh-huh. Ennyire van középen. Így, igen, nagyon jó. Hát ez mit egy? Oké, ide, nagyon jó. Kerítések végig húzódnak itt az oldalán. Jaj. Nagyon jó.
Oké. Okay. Csávó az pont középen áll itt. Nem pont, nem, pont nem arra áll, az nem érdekes. Á, elsötétedik. De nem lett jó. Nem baj, nem írja ki amúgy. Nem, csak hogy valamilyen nem jó a... Oké, várjál, kutyák így, és így. Hát figyelj, az számít, hogy a kutyák milyen irányba néznek? A lényeg a részvétel, na, nem? Tehát, hogy legalább jó helyen állnak, nem? Az számít várján. Igazán, nem? Még le sem írtam rakni a kutyákat. De Gyöngyi, oldalát! 2, 3, mindjárt! Most a de 2 másodperc van hátra, Gyöngyi, ki fogsz esni? Hát nem, hát de én csináltam. Mondtam, hogy ki de fogsz hát esni. Csináltam. Gyorsan, hát minél több. Itt az a lényeg, hogy minél nagyobbat kell megépíteni, érted? Nagyon de egyszerű. Hát annak mi értelme? Hát nem azt mondja, hogy minél nagyobb, hanem minél okosabb, nem? Mm-hmm. Nekem ilyen volt a neveltetésem. Nem az erő, hanem az okosság, a tudás számít. Nem az erő, hanem a fontos, ami biztos. Perfekt lett! Ez egy perfect, egy gyönyörű jó, perfect. Jó, 3 darab slime-ot kellett felépítenem. 3 darab slime-ot kellett felépítenem. Ott meg 2 darab falat, Gyöngyi. 2! Szétbontom az egészet, látnád, mit csinálok. Durva vagy velem. Oké, na. Gyöngyi, dobogós igen? vagyok, segíts nekem megjegyezni. Okay. Jó, várjál. Tök. Jaj, ez múltkor már volt. Piros, lila, erre mondta zöld, Kinga, sárga. Azt sem tudja, hol van. Miért láttad, vagy mi? Az ő videójukat? Persze. Piros. Hát együtt csináltuk. Lila, nem csináltuk. Ja, hogy te, vele, értem. Nem, hát mi nem csináltunk együtt. Dehogy nem. Nem, Gyöngyi, mi nem csináltunk velük. Vagy igen? Én nem emlékszem dehogy rá. Nem. Írjátok hát meg kommentbe. Már. Hát nem emlékszel. Nem. Akkor azt hiszem. De úgy néztem azt a videót, hogy én is ott lettem volna. Na ez a jó videó, én mondom. Na, úristen, mennyi szín van itt. De én most lementem ide, és nem tudok feljönni. Álljon meg a menet, hát ez így nem jó. Innen valami még hiányzik. Itt vagyok, visszatértem. Oké. Okay. És mi hiányzik ebből? Hát nekem ez az a baj, nem láttam. Hát látod, ez a baj, kérem szépen. Itt valamiért ez nem lett perfect, de... Nem tudom, hogy mi lehetett. Nem lehet, hogy itt középen? Lehet. Na nézzük meg, Gwen dönt. Gwen, 87% perfekt. Senki. Jó, hát ez... Ugyanúgy lehet, hát mert ugyanúgy nézett ki, gondolom. Ez egy egyszerű építmény. Meg tudod jegyezni? Igen, 3 magas. Leestem. Elvileg a nőknek amúgy jobb a memóriájuk. Nem mondtad, mert többféle memória van. Hát, mire gondolsz? Képi van. Hang. Elfelejtetted, vagy? Na, milyen van mi? Szagmemória! Szagmemória például. Érzéstapintás memória. Érzéstapintás. Memória párna. Atyám már. Semmi gond, ezt megnyertem. Jó, Gyöngyi, jaj, de ügyes vagy, gratulálok. Köszönöm. Nekem ez nem. Én ezt nem. Nem. Tudom, hogy megpróbálom kép nélkül. Oké, a tornyokat csináld, az nagyon fontos. De volt lábazatuk, Gyöngyi, miért úgy csinálod, hogy... Nem is értem. És 2 magas. Ugye 3 magas. Jaj, 3 magasak voltak. Kiesem a pályáról, jó? Pillanat. 3 magasak voltak, Gyöngyi! 3 magasak voltak! 3 magas és széles! 3 magas és 4 széles, Gyöngyi! Téged néz! Ezt nem hiszem. Oké, lépjünk ki és kezdjünk egy újat. Várjál, csak azt az egyet értsd meg, hogy szimmetrikus minden. Eddig meg van szimmetria. Igen, értem. Ha az egyik oldala így néz ki, akkor a másik oldala inverse-be is ugyanaz. Hát ez mondjuk pont rohadtul nem szimmetrikus. Na, ezt viszont le kéne fotózni. Akkor lila... Zöld, na ne hülyéskedjünk már. Azt se tudom, mit láttam. Hát ez teljesen Gyöngyi. Ez látod, ez teljesen lutri. Hogy minden szimmetrikus. Jó, ez az egy nem volt szimmetrikus. Minden szimmetrikus. Érted? Nem értem, és miért nem érted meg, hogy itt minden szimmetrikus. És nem engem. Hallod, 10% lett meg belőle, Gyöngyi. 10%. Neked hány? Én nem is láttam, van ilyen. Na jó, ez egyszerű. Jó, na próbáljuk 1, 2, 3, 4. 4 blokk magas, és 1, 2, 3 széles. 4 blokk magas, 3 széles. Oké, okay, az alja az ilyen talpas betűtípus.
1, 2, 3, 4. Magas, és a második blokktól, vagy hát igen, ugye a harmadiktól kezdődik, és dupla vastag a teteje. Egyen lejjebbről kezdje, Döngyi. Mit? A tetejét. Gyorsan, mert 20 másodperced van. Igen, igen, széltébe. Na, nem, nem arra, úgy, gyorsan. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Még a másik oldalára is. Perfect build. Úristen, Gyöngy, milyen érzés ilyen volt? Milyen érzés hát nagyon volt? Nagyon furcsa. Oh. Nagyon furcsa. Olyan vagy, mint egy rossz tesi tanár. Jándor orvivál, hogy... Na, csináld már még ötöt. Na, még lenyom a 90 felül is, és akkor majd meghalok. Jó érzés, ugye? Nem. Na, hát itt az ajtókat ember nincs a talpán, aki megjegy. Bordó. Gyöngy, ezt hívják Lutrinak. Oké. Okay. Oh! Szerencsére azért rönkök be vannak jelölve. Igen, hál' Istennek, az nagyon jó. De jó, hát ez király amúgy, én örülök neki nagyon, ez jó. Vigyázzál, mert még van az inventoryd van is amúgy. Legalább azokat tedd le, amiket látsz a földön, jó, mert az pillanat is pontot ér. Oké, és az ajtókat pedig úgy kell letenni, ahogy a... Igen, tudom, hol van az inventorim? E betűt megnyomod, Gyöngyi. Nem tudom arrébb helyezni ezt a tojást. Isten verje meg. Jó, akkor nem érdekes. Most akkor így marad. Jó? És akkor ide még le kéne tennem ezt a szerencsétlen, de nem bírom letenni. Nem bírom! Nem bírom megfogni a tojást! Szép, el tudtam megfogni. Tojásom. Hát ez az, nem tudtam én sem, senki sem. Egyszerűen nem tudtam letenni. Azt hiszem, hány százalék lett, nem írsz. Nem, nem baj, jól sikerült, az a lényeg. Na. Jéz, nem hiszem. Gyöngyi, ketten vagyunk. Mi? 1, 2, 3, 4, 5. Hát jó volt veled játszani se. Ne! Kimentem a pályára, mindig kibagolok a pályáról. Jó, köszi, ez jó volt. De Gyöngyi! Nagyon sokat fejlődtél ebben a videóban! Aj, már megint rossz T-betűt nyomtam. Miért? Nem tudom, de hova lett az egyik fadarabom? Nem teljesen, Gyöngyi, nem teljesen, de hány százalékra sikerült? Ja, nem tudom, nem tudom, hol kell nézni. Gyöngyi, második lettél! Jaj, atyám! De tényleg az lettél? Szerintem ez már az egy tisztes fejlődés volt. Nagyon szépen köszönöm, jól éreztem magam. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a vicces kis videót. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok föl, és nyomjátok be a csengőt, és lesétek meg a leírást, és ott van Gyöngyikének a csatornája. És lesétek meg az övét is. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok!